Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt ismételten az alapjárat villám teszt. Én Adri vagyok, a tesztautóm pedig ma egy Toyota Camry, ami 14 év után tér vissza hozzánk Európába. Most arra 37 éves maga a modell, a 79-es indulásnál még Celica Camrynek nevezték, a 8. generációnál tartunk jelen pillanatban, úgyhogy be is mutatom nektek, hogy mivé alakult a csoda. Az új Toyota Camry. Tehát, amit kívülről észre lehet venni elsőre az autón, az az, hogy eltűnt néhány krómberakás, illetve szélesebb lett maga a hűtőrács, keskenyebbre húzták, morcosabbra az első lámpákat, illetve nagyon-nagyon jól megfigyelhető a Toyotánál most nagyon-nagyon közkedvelt és divatban lévő kis X-es vonalvezetéske. Nekem egyébként nagyon bejön az egész arca az autónak, mert egy morcogós kis pofa ez. Azt kell mondjam, hogy a családi szedán feeling az abszolút el van tűnve már a Camryből, meg nem mondanám róla, hogy ezt valójában tényleg családoknak szánja a gyártó, illetve biznisz célra. Szerintem egy vagány, sportos orrészt kaptunk. Ha haladunk az autó oldala felé, a közel 5 méteres hosszúság jól kiadja ezeket az erős töréseket, amiket egyébként már a CHR-en is megfigyelhettünk, hogy mindenhol van egy ilyen furcsa kitüremkedés, de mégis nagyon egyben maradt tőle az autó. Keveredik a szedán, a kupé és a limuzinos forma. Hátulról egy kicsit, ha oldalról nézi az ember, és ezt nagyon halkan mondom, de egy picit a 3-as BMW-re hajaz, aminek én nagyon-nagyon nem örülök, főleg nem a rárakott cápa uszony miatt. Hát próbálok ettől eltekinteni, ettől függetlenül nagyon-nagyon tetszik nekem ez az autó. Amit még tudni érdemes róla, hogy a motortérnek a vonala valamivel lejjebb került, és az aoszlop is vékonyabb lett a jobb kilátásnak az érdekében. Látható az autón az Executive VIP Plus csomagban választható 18 colos könnyű fém felni, ami szintén egy kicsit németes lett, de elnézzük neki. És az autó hátuljához érve valójában egy sokkal egyszerűbb vonalvezetés figyelhető meg, mint az orrán, illetve az oldalán akár. Ahogy azt már említettem, itt érhető tetten a kissé 3-as BMW-s beütés, de azért nem kell annyira kétségbe esni, Toyota maradt a Toyota. Hozok egy kulcsot, nem, az itt van a zsebemben, tehát itt van a zsebemben egy kulcs, amivel jól kinyitom a csomagtartónkat, ami bizony 540 literes, ami azt jelenti, hogy hát engem jól el lehetne vele rabolni, de akár még kényelmesen nézelődhetnék is belőle egy erősebb kemping során. Köszönöm, Ádám! Nos, most, hogy megérkeztem az új Toyota Camry-nek a belsejébe, első érzetre azt mondanám, hogy a Toyota egy iszonyatosan nagyot lépett a prémium kategória felé a beltér kialakításával kapcsolatban. Jó az anyaghasználat, jó a dizájn. Tényleg nekem nagyon tetszik, hogy így körbeölel a jármű, ezt nagyon szoktam szeretni egyébként minden autóban, hogyha nem azt érzem, hogy 500 millió kilométerre van minden. Ha körbenéz az ember, van itt nekünk egy ilyen furcsa műanyagos, fára hajazós, a jó ég tudja milyen felületünk. Ez édesapámnak megmutattam az autót, és rohadtul nem tetszett, és azt mondta, hogy 13 millióért ilyen már ne legyen egy autóban, és azt kell mondjam, hogy igaza van. Ellenben van egy csomó olyan jó extra és plusz, ami nagyon jól kihasználható viszont. Például egy rohadt nagy könyöklő, ami nagyon mély, és teleraktam egy csomó szeméttel a tesztkörök alatt, illetve van két pohártartónk, és ha Ádám megmutatja itt nekünk egy kicsit jobban, benéz a kamerával,
akkor láthatjátok, hogy van egy vezeték nélküli telefontöltőnk, ami alapból ebben a pozícióban helyezkedik el, és egy kicsit furcsa volt, hogy miért kell ebbe a pici lukba belerakni nekem a mobilomat, és hogy fogom kivenni, de aztán véletlenül beleütöttem a kezemet, és rájöttem, hogy ez bizony gyerekek így működik, és egy nagyon okos cucc, úgyhogy elrejteni is el lehet, meg elővenni is elő lehet a mobilodat. Van még itt nekünk jack dugós töltőnk, USB-nk, 12 voltos, 120 wattos töltőnk, természetesen két zónás klíma, kulcs nélküli indítás, a kedvencem, amikor visszamegy a helyére a kormány és az ülés funkció, és ami nagyon fontos, és az Executive VIP felszereltséghez tartozik, hátul megmutatom nektek mindjárt, hogy van egy vezérlőegység, ami érintős, és az utasoknak való. Onnan tudják a háromzónás klímát, ugyebár, mert két és háromzónás klímás verzióban is elérhető a kocsi, onnan tudják irányítani, hogy mennyire szeretnének fázni, mennyire legyen melegük, állítani tudják az üléseket elektromosan, illetve a hangerejét a zenének. Fekete, barna díszítéssel ellátott bőrülések egyébként nagyon-nagyon kényelmesek, és mind az utas oldalon, mind pedig a vezetői oldalon elektromosan állítható az ülőlap és a háttámla is, valamint van állítható deréktámasz. Az új Camry gyakorlatilag egy Lexus ES, egy kicsit olcsóbban, ugyanis ugyanazon a globális Toyota TNGA platformon nyugszik, mint akár a CHR is, ami azt jelenti, hogy van egy 2,5 literes benzinmotor, illetve egy negyedik generációs hibrid rendszer az autóban. Ezzel a kocsi összteljesítménye 218 lóerő, ami azért már hát úgy lépegetős, nem mondanám, hogy versenyautós, de lehet vele szépen haladni, illetve előzni biztonságosan, hogyha arra van szükség. A végsebesség 200 km, legalábbis én ennyit tudtam kiautózni belőle anélkül, hogy ne szabályozna le az autó. Európában ezzel az egyetlen hibrid felállással elérhető az autó, de az amerikai verzióban egyébként van, illetve létezik még egy 3 literes V6-os is, 307 lóerővel, illetve a hibrid támogatás nélküli kettőfeles benzines is elérhető, 204 lóerő körül, ebben nem vagyok teljesen biztos, de hát számunkra ugye ez most nem is releváns információ. Lényeg, hogy van. Az erőátvitelről egy fokozatmentes ECVT sebességváltó gondoskodik. Egyébként nekem tetszik, ahogy viselkedik az autó. Van némi nemű kis gázreakcióbeli csúszás, de abszolút együtt lehet élni vele, és sportmódban mondhatni ez teljesen meg is szűnik. Ha már sportmód, akkor hozzátenném, hogy a sportmód bekapcsolásakor szokás szerint megkeményedik egy kicsit a futómű, a kormányzás is valamivel direktebb lesz, és a gázreakció is sokkal-sokkal gyorsabb, mint mondjuk ECO-ban vagy normálban. A fogyasztását tekintve szerintem módtól függetlenül lehet beállítani egy átlag 6 liter körüli fogyasztást. A gyártó ugyan ennél sokkal alacsonyabbat ír. Amikor hozzám került a tesztautó, 5-8-os átlaga volt, egy hétig használtam, most 6-2-essel fogom visszaadni. Hát ez nyilván engem és a vezetési stílusomat jellemez. Elméleti síkon 4 és 5 liter között el lehet járni ECO-módban ezzel az új Camry-vel. Ami meglepő, ugyanis egy rohadt nagy autóról beszélünk, ami közelebb van a 2 tonnához, mint az 1-hez. Futómű hangolása, ahogy általában az ilyen kategóriájú limuzinok, illetve szedánok esetében számomra egy kicsit imbolygós és puha, viszont nagyon-nagyon kényelmes és csendes.
amit azért tartok fontosnak, mert nem is egy hasonló kategóriájú autóban ültem mostanában, és mindegyikben zaj volt, és a zajnak a nagy része a futómű felől jött. Itt ez abszolút nem érzékelhető, illetve maga az érzés is egy suhanós, mintha tökéletes utak lennének Magyarországon érzés, amiért csak és kizárólag dicsérni tudom a Toyotát. Sportmódban megkeményedik egy picit, direktebb lesz, hosszából adódóan úthibáknál hajlamos elpakolgatni a fenekét kanyarokban nagyobb sebességnél, de hát ugye bár aki erre vágyik, az nem szomorkodik miatta. Jó hír, és mindenképpen pozitívum, hogy a vezetés támogató rendszerek, mint például az adaptív tempomat, a vészfékező rendszer, a távolságtartó rendszer, a sávtartó rendszer, és gyakorlatilag minden, ami bele van rakva az autóba, hiba nélkül működik, nem üvölt fölöslegesen, nem csipog akkor, amikor még nem kell csipognia, nem fékez teljesen random a vészmegálló rendszer, ami egy nagyon-nagyon jó dolog, mert autópályán próbáltam ki, és nagyobb sebességnél azért szoktak néha kicsit bizonytalanul viselkedni ezek a támogatások, de ennél nagyon-nagyon frankón tartotta a megadott távolságot, fékezett, aztán gyorsított, amikor lehetett. Természetesen a parkolást is segíti egy kamerás radar, illetve egy sima radar elől. 360 fokosunk most nincsen, de őszintén megmondom, én azt csak azért szoktam nézni, mert annyira vicces, hogyha az autó körül sétál valaki egy 360 fokos kamera szemében, hogy egyszerűen szórakoztat. De hogy azzal parkoljak, azt lehetetlennek tartom. Ennek a kamerája viszont egészen tűrhető. Nem azt mondom, hogy a legszebb kijelző, amit valaha láttam, de mondhatni a realitást tükrözi, és nem sípol ez sem túl korán, illetve túl messze az adott tereptájtól. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál a Toyota Camry villámtesztjében. A következő adásban találkozunk, izgatottan várom, hogy mit tesztelhetek next time. Sziasztok!